Tavaly óta 10%-kal drágult a jogosítvány megszerzésének az ára. Míg 2020. augusztusában 212.500 forintba került átlagosan a képzés, addig idén augusztusban már 235.050 forint volt. A pandémia ebben a szektorban is éreztette hatását, a megszorítások jelentős bevételkiesést okoztak. Ennek ellenére egyáltalán nem csökkent a kereslet a szolgáltatás iránt, ami szintén felfelé hajtotta az árakat. Egy-egy vezetési óra most már 5000 forinttól akár 10000 forintig is terjedhet. Elsősorban az oka, hogy ugye már pandémia miatt nagyon sok olyan költség került elő, amit annak idején nem voltak. Nem csak a jogosítvány drágult, a kenyér, a tej, a javítási költség. A javítási költség 30%-a mentek, az alkatrész árak, azok is felmentek, az üzemanyag 15-20%-kal, és nem utolsó sorban az autóknak az ára is, az euró miatt megemelkedtek az autóárak. Magyarországon kicsivel több, mint 4000-en oktatják a gépjárművezetést. Lenne oktatói utánpótlás is, de a szabályok olyan szigorúak, hogy nehézkes a képzés. A katás adóváltozások miatt sok oktató elhagyta a pályát, mert sokkal nagyobb adóteher hárult rájuk a korábbiaknál. Böröc Mátyás, a Magyar Autós Iskolák Szövetségének elnöke úgy nyilatkozott, ahhoz, hogy a kollégái a Covid időszak alatti lemaradásokat behozzák, hetente akár 70 órát is oktathatnak, és a közlekedési alkalmassági központ is tart vizsgákat szombatonként. Nem 160 órás fizetésre vannak ezek kiszámolva, nem dolgoznak a kollégáim 220-260 órákat is, és az iskolák és az ártartók mögött is kénytelenek ugye ezeket az eredményeket fölvinni. A magyar állam eddig is támogatta a 20 év alatti fiatalok jogosítványhoz jutását sikeres KRESZ vizsga esetén 25000 forinttal. Ezt a kiváltságot most már kiterjesztették a Cseden, Gyesen és Gyeden lévőkre is.